Sziasztok mindenkinek! Akkor a kis ma esti körkérdés beszélgetésünkben arról lesz szó, hogy te miért csinálod. És majd úgy fogjuk csinálni, hogy én elmondom az enyémet, és utána majd mindenkinek adom át a szót, és akkor mindenki mondja el azt, amit erről a dologról el szeretne mondani. Hát, hogy én miért csinálom? Valószínűleg sokan nem tudjátok rólam, hogy én egy fogyatékkal élő ember vagyok. Olyan nevelést kaptam a szüleimtől, hogy legyek mindig becsületes, ne csapjak be senkit. Biztosan te is ismersz olyan embereket, akik állandóan seftelnek, mindig gründolnak valamit, és ha kezet fogsz velük, jobb, ha utána megszámolod az ujjaidat, hogy megvan-e még mind. Ők azok, akik mindig mindent okosba akarnak megoldani, állandóan barteleznek, mintha a pénzt fel se találták volna, és boldogok, ha egy üzleten fognak néhány ezer forintot. A kedvenc kérdésük, hogy mennyit engedsz a feléből. Ez az üzleti életben szerintem egy óriási előny. És ez a seftelős gén, ez én belőlem teljesen hiányzik. Van egy nagybátyám, aki ő maga is egy ilyen seftelős ember, és egyszer azt mondta rólam, hogy én olyan vagyok, mint az őszvér, hogy be kell fogni a kocsi elé, és az húzza. De nem ő mondja meg, hogy merre menjen. Tehát, hogy ebben jó vagyok, hogy húzom a kocsit. A szorgalmas, becsületes munka az, amelyikben én igazán otthon érzem magam, de azt tartja a mondás, ugye, hogy becsületes munkából még nem gazdagodott meg senki. És tisztelettel jelenteném, hogy ez a mondás téved, mert a hálózatépítés az egy olyan szakma, amiben tisztes, becsületes munkával annyira meg lehet gazdagodni, amelyik más szakmákban több generációnak a munkájával lehet csak. Tehát gyakorlatilag kasztot lehet váltani. Ez alatt azt értem, hogyha te mondjuk egy lakótelepi lakásba születtél és ott nőttél fel, akár nem csak, hogy egy kertes házba költözhetsz ki az életed, nem tudom én, végére legalábbis, hanem ez a kertes ház akár egy nagyon frekventált helyen is lehet, és lehet, hogy még úszómedence is van az udvaron. És én azért szeretem ezt a szakmát, mert ehhez nem kell senkit megkenni, nem kell megvesztegetni, esetleg nem kell senkit megfenyegetni, nem kell lezsírozni semmit, nem kell bizonyos embereket ismerni, bizonyos emberekkel jóba lenni, hanem csak egyszerűen meg kell tenni azt, amit meg kell tenni. Legelőször is ugye arra van szükség, hogy tudd meg, hogy mi az, amit meg kell tenni, másodszor tanuld meg, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és utána már csak végezni kell napról napra, szünet nélkül. És ha ez nem lenne, akkor ezzel a hátránnyal, vagy ezzel a fogyatékkal, ami nekem van, hogy én nem szeretek így seftelgetni, nem is értek hozzá, valószínűleg, hogy az én életem azzal telt volna el, hogy mindig várom a pénteket, 40-45 éven keresztül dolgozok, aztán utána a kis nyugdíjammal elmehetek melegebb éghajlatra, és ezt adta meg nekem a hálózatépítés, az MLM ezt a lehetőséget, hogy mégiscsak van esélyem arra, hogy másfajta életet sikerüljön a végére saját magamnak kialakítanom. Sokan azzal szokták visszautasítani az MLM-et, hogy hát én nem vagyok olyan. Pont ebben a szakmában nem kell olyannak lenni. Én alig hiszem el azt, hogy sikerült úgy elérni a gyémánt szintet, hogy csak szolgálmasan dolgoztam meg, tanultam, és nem vertem át soha senkit. Én egy boldog ember vagyok, akármit is sikerül elérnem ebben a szakmában a végére, mert bele tudok nézni a tükörbe, hogy tehát nem kellett meghasonlulnom saját magammal. Úgyhogy ez az én miértem, ez az, amiért én ezt csinálom. Akkor átadnám a szót a következőnek, ahogy beszéltük, hogy a hölgyek először, akkor hagyd kérdezzem meg Csillát, jó, hogy te miért csinálod? Igen? Jó. Akkor fel is kapom a szálat, amit te dobtál, hogy gazdagnak lenni, vagy nem meggazdagodni. Én sose akartam gazdag lenni. Biztos sok ember vágyik erre. Az az oka, hogy én nem akartam gazdag lenni, hogy egyrészt nem vagyok egy nagyravágyó, másrészt meg nekem a gazdagság fogalmához valami
nem jó dolog kapcsolódott. Tehát nem tudtam magam ezzel a táborral azonosítani, ugye ebben van valami hamisság a többség számára, hogy aki gazdag, az valahogy nem tisztességes úton érte el, ezért én nem is akartam gazdag lenni, úgyhogy az emelemnek ezzel az ígéretével, hogy itt meg tudsz gazdagodni, engem biztos nem tudtak volna megszólítani. Onnan kezdem, hogy a gazdasági válság idején hirtelen nekünk volt egy családi vállalkozásunk, és nagyon lecsökkentek a bevételek. Ugye a mi kis megrendelő táborunk is megérezte a bőrén ezt a csökkenést, és egyre kevesebb megrendelésünk volt, és körbenéztem, hogy mivel kéne foglalkozni. Az alkalmazotti állás 20 év vállalkozás után nem volt nagyon vonzó, mert valami szabadságot szerettem volna megőrizni, és ezért körbenéztem, és így adódott, hogy akkor emelem. De hát az átlagnak milyen benyomásai vannak arról, hogy emelem. Egyrészt nagyon homályosak, és általában nem túl pozitívak. Nekem is volt néhány ilyen ismerősöm, aki vagy elhívott egy bemutatóra, ez sem úgy, hogy gyere, erre és erre hívlak, hanem azt mondták, hogy nem, ez nem az lesz, mert rákérdeztem, hogy ez vagy az a cég, nem, szó sincs róla, csak gyere el, de akkor miért kell titkolni? Nem számít, gyere el, bízzál bennem, és persze, hogy az volt. Tehát ez volt az egyik ilyen jellemző tapasztalatom az MLM-mel kapcsolatban, hogy hazudni kell ahhoz, hogy valakit be tudjanak hívni. A másik meg, voltak olyanok, akik meg hozzánk jöttek el, és tényleg jókat beszéltek a hasunkba, és levakarhatatlanok voltak. És hát ilyen, ezt se tudtam elképzelni magamról, hogy én ezt csinálom, és nem akartam ilyenné válni. Tehát az én negatív tapasztalataim ennyi volt, és de akkor a helyzet már annyira rossz volt így a gazdasági válság idején, hogy azt mondtam, hogy na, nézzünk szét ezen a piacon, hát ha van olyan cég, amelyik valami más kínál. Úgyhogy el is mentem néhány bemutatóra, és ott is megállapítottam, hogy én nem fogok kiállni a színpadra, ez nem olyasmi, amit én csinálni tudok. És már elég nagy bajba voltam, hogy akkor mégis hogyan tovább. És szerencsére akkor engem megtalált teljesen ismeretlenül a szponzorom, a leendő szponzorom, és olyasmit kínált, ami nem volt egyáltalán ellenemre. Honlapokkal dolgozott, online területen, egyáltalán nem tartott semmiféle előadást, és ráadásul egy nagyon kedves, fiatal, és az én szememben nagyon hiteles ember volt, és most is az, és tehát nem tartottam tőle, hogy ez valami dörzsölt profi, pontosan az ártatlansága, hiszen még ő is félig meddig egy lelkes amatőr volt, azt fogott meg, hogyha ő tudja csinálni, és sikerül neki, akkor biztos én is sikeres lehetek ezen a területen. Úgyhogy így lett, hogy tudtam találni egy olyan ajánlatot, ahol sem tolakodónak nem kellett lennem, és ami még fontosabb volt, hogy senkit nem kellett becsapnom. Ebben kapcsolódok hozzá, Zoli, hogy ez nekem sem ment volna. És nagyon megkönnyebbültem, hogy nem kell ezt csinálni. És így, ahogy a termékeket megismertem, ugye volt még egy harmadik dolog, igen, ami nem tetszett volna az MLM-be, hogy azt gondoltam róla, hogy MLM-be csak olyasmiket árulnak, amit így rá kell sózni az emberre. Tehát, hogy igazából vagy nincs szüksége rá, vagy szüksége van rá, de annyira drága, hogy nem akarja megvenni. És ennél a cégnél pedig sem óriási, több százezres belépő csomagokról nem volt szó, sem arról, hogy valami olyasmit kéne eladni, amire egyébként nincs szüksége az embernek, mivel egészségmegőrzés területen dolgozunk, azt gondolom, hogy az egészség az tényleg olyan téma, ami mindenkinél fontos, ha nem saját magánál, akkor a családjában, vagy a baráti körében. Úgyhogy együtt álltak a csillagok, nem volt nagy belépő összeg, online lehetett dolgozni, és becsapni se kellett senkit. Úgyhogy így vágtam bele, és hogy mit találtam itt, ugye ez egy, már a belépésnél is egy nagyon pozitív csalódás volt a többi korábbi ismereteimhez képest, és amit találtam, az hétköznapi embereknek a társasága.
ez szerintem egy borzasztóan felszabadító dolog, hogy nem kell szuperhősnek lenni. Hogy tényleg a buszsofőrtől kezdve a postáson át a nővérig, most csak így hirtelen a csapatunk tagjaiba, meg a szponzoraink között, vagy a katona, szóval, hogy bármilyen foglalkozású ember, teljesen mindegy, hogy milyen előélete van, sikeressé válhat benne. Ez nekem nagyon tetszett, és nem csak azért, mert én is magamat egy hétköznapi embernek tartom, hanem hogy nem, tényleg nem bizonyos embereket kell megkeresnem, hanem bárki belevághat. És a másik dolog, hogy azon kívül, hogy ilyen hétköznapiak voltak ezek az emberek, mégsem voltak hétköznapiak, mert nagyon pozitív és lelkes emberek. És egy ilyen csapathoz tartozni szerintem nagyon jó érzés, mert megemeli az embert. Ez az, ami a mai napig is bent tart. Azon kívül, hogy most már keresünk is vele, azt még akkor el sem tudtam képzelni, hogy ezzel tényleg pénzt fogok tudni keresni. Ma már többszörösét az akkori fizetésemnek. Ez az első nyilván, ami a legtöbb embert megszólítja, hogy valamilyen módon szeretne pénzt keresni, és bár, ahogy az elején mondtam, gazdag nem akartam lenni, de valamilyen egyéb kiegészítő bevételt azt szerettem volna, és ezt megtaláltam itt. Úgyhogy ennyi dióhéjban. Jó, köszönöm szépen. Akkor, hogyha nem bánjátok, akkor arra gondoltam, hogy ilyen csatlakozási sorrendbe haladnánk esetleg tovább, és akkor Erzsike lenne a következő, mert ő az, aki viszonylag korán megtalált bennünket, és a csapatunkat erősíti azóta is. Erzsike, te miért csinálod? Igen, leszek a következő, mivel én is erre gondoltam, hogy így fogunk beszélni. Szóval igen, annak idején, amikor én csinálok azt a bizonyos barna weboldalát, ami most megszűnt, megtaláltam, én is nagyon-nagyon keresgettem, hogy mivel tudjak úgy lépni, hogy azért szinten maradjak, valamilyen, igen, szinten maradjak, meg az élethelyzetemet tudjam javítani, és nekem akkor Csilla nagyon empatikus volt. Nem hiába most is úgy hirdetitek magatokat, hogy empatikus hálózatépítés. És empatikus hálózatépítők vagytok. Szerintem igenis. Én akkor ezt megláttam. És én nagyon örülök, hogy ide csatlakoztam hozzátok. És hogy miért a DX-en? Egy nagyon jó üzletnek tartottam korábban is az MLM rendszert, viszont a DX-emben voltak azok a termékek, amik nekem megtetszettek, és amire úgy éreztem, hogy nekem ezekre szükségem van. Nyilván kávéztam, a kávét nyilván elkezdtem fogyasztani. Akkor én 2012-ben, mint leszázalékolt rokkantnyugdíjas csatlakoztam be hozzátok. Nagyon kevés pénzzel, nyilvánvaló, hogy szerettem volna az anyagi helyzetemet is megoldani. Én is elmondhatom, hogy már keresek én is ezzel annyi pénzt, amivel talpra tudtam állni. Nyilvánvaló, hogy nem ez az első szint, amit el akartam érni, mert azért régebben utazgattam, stb. Most is el szeretném azokat érni. És nyilvánvaló lassacskán unokázni is szeretnék. És így most már tudom biztosítani azt, hogy nem járok napi 8 órába dolgozni. Jó, én körülbelül ennyit tudtam elmondani. Jó, nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy jól érzed magad, és örülünk, hogy hozzánk csatlakoztál pontosan. Úgyhogy akkor most haladjunk szintén tovább a csatlakozás sorrendjébe, de a hölgyek előre. Úgyhogy akkor Erikát kérném meg, hogy mondja el az ő vértjét. Sziasztok, nagyon szép estét kívánok nektek. Amikor beszélgettünk róla, hogy mi is az én miértem, elgondolkodtam rajta. Én minden este kimegyek kerékpározni, és ma olyan gyönyörű volt kint a határban a
táj, hogy egy pillanatra megálltam, gondoltam, néhány képet készítek, és ideálisnak találtam a helyszínt ahhoz, hogy elgondolkozzam azon, hogy mi is az én igazi mozgatórugó, miért vagyok én itt ebben a csapatban, és ebben a nagyon-nagyon pozitív közösségben. És rájöttem. Mégpedig az én mozgatórugón tulajdonképpen az egészségem, a saját egészségem, és rajtam keresztül tulajdonképpen a családom egészsége és boldogsága. Ugye itt a csoportban többen tudjátok, de most már akkor a világ is megtudja, hogy hát pár évvel ezelőtt én nagyon komoly keringés és vérnyomás problémákkal küzdöttem. Ez azt jelentette, hogy irtózatos mennyiségű gyógyszert tömtek belém az orvosok, miután nem találták az okát, és hát ugye a szép magyar szokás szerint a tüneteket próbálták kezelni, és nem holisztikus képen gondolkodtak, hogy esetleg talán a betegség gyökerét találjuk meg. Na a lényeg, hogy ennek az irtózatos gyógyszerfogyasztásnak köszönhetően igazi depresszióba estem, és ez a családom egészségére és jólétére is kihatott, és sajnos negatív irányba. És igazándiból én magam is rájöttem, hogy ez nem mehet így tovább, változtatni kell, és ebben a változtatásban nekem hatalmas segítséget jelentett a párom, aki mindjárt elmondja az ő saját miértjeit. Tehát tulajdonképpen ketten együtt találtuk meg a megoldást, és a megoldást ebben a jó közösségben és ebben a hálózatban, a megoldás ebből a közösségből fakad, ebből a hálózatépítésből. Pedagógusok vagyunk mindketten, én is pedagógus vagyok, és megmondom őszintén, hogy a saját területemen kiválónak tartottam magam, ezt szerénytelenség nélkül állíthatom, viszont lövésem nem volt az üzletépítéshez. Tehát megmondom, szintén teljesen szűz terep talajra léptem, viszont ugye az igazi mozgatórugom az egészségem volt, és a családom egészségének megőrzése, és ebben Lajos, illetve hát Lajoson keresztül ti kedves szponzoraink voltatok azok, akik elindítottatok a megfelelő irányba. Én ugye körülbelül egy 3-4 évig én igazándiból termékfogyasztó voltam, sőt szerintem mondhatom azt is, hogy egy évig, mert a termékek voltak azok, amelyek bebizonyították, hogy jó helyen vagyok, hiszen most már országvilág előtt mondhatom, hogy lejöttem a szerekről, mármint a gyógyszerekről, és átváltottam az egészséges étrend kiegészítőkre, gombákra, úgy is szoktak már lassan emlékezni, hogy a gombás Erika néni, de ennek köszönhetően, miután helyreállt az egészségem, teljesen megváltozott a gondolkodásmódom. Újfajta attitűdöket, pozitív attitűdöket vettem fel, ennek folytán kezdtem el azon gondolkodni, és hát valljuk meg őszintén a párom és a ti igen hatékony ösztönzéseitek hatására is, hogy ebben a hálózatépítésben hatalmas lehetőségek vannak. Pedagógusok vagyunk, 50-es éveinkben járunk, és nem csak azon kellett elgondolkodni, hogy hogyan tudjuk az egészségünket megőrizni, hanem azon is, hogy hogyan tudunk magunk számára egy olyan jövedelmet, ahogy ezt Csilla is mondta, egy olyan passzív jövedelmet kiépíteni, amivel a saját, illetve a gyermekeink jövőjét is biztosabbnak tarthatjuk. Így aztán egy jó év után szépen lassan elkezdtem, és egyre jobban élveztem a hálózatépítést, az online networking világát, hiszen eléggé leterhelt vagyok, de ennek ellenére valahogy sikerült megtalálni azt a kapcsolódási pontot, azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeknek segítségével elindultunk egy olyan úton, amivel úgy érzem, hogy egy stabil és biztos jövedelmet tudunk majd magunk számára, kiegészítő jövedelmet. Egyelőre, de a cél ugyebár a tartós passzív jövedelem kialakítása felépíteni. Úgyhogy egyre inkább úgy érzem, hogy
megtaláltuk a helyünket, és az egészség nagyköveteiként, hiszen nagyon szeretnék ez lenni, és erre törekszünk mind a ketten, nem csak az egészséges életmódot, a pozitív lehetőségeket, a megelőzést hirdetjük ismerőseink körében, és próbálunk meg üzlettársakat, nagyon jó közösséget kiépíteni magunk körül, hanem jövedelmet is építeni. Hát ez röviden ennyi az én miértem. Nagyon szépen köszönöm. Én nagy élvezettel hallgattam, és most meghallgatnánk akkor Lajosnak a miértjét, hogy ő hogyan látja ezt. Lajos, tiéd a szó. Köszönöm. Hát akkor én egy picit rövidebben foglalnám össze. Elgondolkodtam elég alaposan, hogy mely területről is beszéljek egy kicsit. Hát arra jutottam tulajdonképpen, hogy itt nekem a hálózatépítésnek az egyik területe a személyiségfejlődés, ami úgy gondolom, hogy ez nekem nagyon bejött. Tehát az iskolába ugye már több mint 25 éve tanítunk mind a ketten, és azt éreztem, hogy úgy kiégek. Tehát nem voltak olyan feladatok, amik igazán motiváltak volna, tehát egy kicsit monotonná vált az egész, és azt, hát nyilván ilyenkor egy kis betegség is megtámadott, tehát morózusabbak lettünk tényleg mind a ketten, és éreztem, hogy valamit váltani kell, mert ez nem mehet így tovább, és pont jókor talált meg ez a dolog, méghozzá ugye Józsinak a könyvét olvastam el egy vasárnap délután, és akkor két nap múlva már be is regisztráltam hozzátok, mert emlékeztem, hogy ugye ti ezzel foglalkoztok, és itt elég gyorsan bekerültem ebbe az üzletbe, és az igazság, hogy hosszú ideig nem is nagyon csináltam úgymond semmit, tehát rengeteget olvastam, és még most is olvasok, mert ez a része tetszik a dolognak, tehát hogy hogyan tudom megváltoztatni magam egy kicsit. És ez az üzlet szerintem tényleg maga a csoda, mert itt az ember azzá válhat, amivé akar lenni. Csak nagyon erősen kell akarni. Úgy dolgozhatok, ahogy én szeretnék. Tehát nem hajt ugye senki, saját ütemben dolgozhatok, azokkal dolgozhatok, akikkel én akarok, mert ugye olyan munkatársakat vonzok be, amilyen én vagyok, és az online lehetőségek következtében onnan dolgozhatok, ahonnan akarok, és akkor, amikor akarok tulajdonképpen. Úgyhogy tehát korlátlanok és határtalanok a lehetőségeink. És nyilvánvaló, hogy olyan üzletünk lesz, amilyenek mi magunk vagyunk, tehát amit mi magunknak el tudunk képzelni. Hát én úgy gondolom, hogy még ezen az útnak az elején járok, de én fejlesztem a képzelőerőmet, úgyhogy remélem, hogy egyre jobbak leszünk, és egyre több olyan hozzánk hasonló embert fogunk bevonzani. Talán ennyibe foglalnám össze. Jó, köszi szépen. Én nem csak remélem, én biztos vagyok benne, hogy ez nektek menni fog. És akkor hadd szólítsam Pistit, mint hát utolsót, hogy mondják ezt, hogy végül, de nem utolsó sorban, akkor most Pistit hallgassuk meg, hogy ő hogy látja ezt, hogy ő miért csinálja. Hát sziasztok! Nagyon érdekes volt hallgatni a többieket. Igazából meg is csinálhattuk volna azt, hogy előre borítékba betesszük azokat a kulcsmondatokat, kulcsszavakat, amik el fognak hangzani. És hát Erika és Lajos is mondott olyan dolgokat, ami tehát alap. Ugye látszik, hogy több helyről jövünk, de egy helyre tartunk. Ugye én 2018 márciusába kerültem a csapatotokba. Igazából én kerestem ezt a lehetőséget. Ugye én postai kézbesítő vagyok, így már másodszor életemben. Közben voltam ugye vállalkozó, dolgoztam multinál, és nincsenek túl jó tapasztalataim semmelyik nagy cégről, illetve a magánvállalkozás az meg külön kategória, ugye ott nem segít senki, hiányzik ez a támogatói háttér, ami itt megvan, amit ugye a mi csapatunknak ti biztosítotok elsősorban, és tehát én tényleg kerestem a lehetőséget, és nagyon-nagyon sok időt töltöttem a számítógép előtt, rengeteg vállalkozásba belenéztem, amit lehetett, elolvastam, aztán jött az a kis huncut hírlevél, amit szoktam emlegetni, de hát ugye ez így történt,
és fölfogtam én józan paraszti észre, hogy hova fog vezetni a dolog, és utána ott találtam magam, hogy beszélgettünk, skypoltunk, vagy messengereltünk, mert nem tudom, és megtörtént a kérdés, hogy de hát mit szeretnél vele? Hát természetesen csatlakozni. Tudtam az elején, hogy mi az, amit vállok, ugye korábban már voltam MLM-ben, de tehát sehol nem volt olyan marketing terv, mint itt. Ugye elhangzott az, hogy nincsen nyomás, nincsen semmiféle sürgetés, és nincsen pozícióvesztés, ami nagyon fontos. Nekem ezek voltak a fontosak, mert nekem elég a követelményekből a munkahelyen, az nekem abszolút meg tudja ölni a motivációmat, hogyha irreálisat követelnek tőlem, amit esetleg meg is tudok tenni, de nincsen neki semmiféle ellentételezése, és ezt borzasztóan utálom. Ahhoz képest kell értékelni azt, hogy mennyire inspiráló dolog egy olyan közösség tagjának lenni, ahol tényleg az a dolgunk, hogy segítsük egymást, fölemeljük egymást. Nincs ezt nagyon mit ragozni, ezt a dolgot. Én ezért kerestem ezt a lehetőséget. És köszönöm, hogy itt lehetek. Mi is nagyon köszönjük. Én személy szerint körülbelül ilyet vártam tőled is, én meg mindenkitől, tehát én nagyon örülök, hogy ezt elmondtátok. Úgy néz ki, hogy a szponzorunk nem ért ide, mert hát ő is éppen egy új érdeklődőt akar szponzorálni, és úgy látszik, hogy a beszélgetés nem ért még véget, viszont amit konzervbe küldött nekünk az ő miértjét, hogy ő miért csinálja, azt ide beillesztem a végére, hogy ő is itt legyen. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy ma este velünk volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok a miérteteket. Remélem, hogy még sok ember megtalálja ebben a saját miértjét, és ő is elindul ezen az úton, ahol mi vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye milyen jó, hogyha kapunk egy jó kérdést, és ugye minden válasz bennünk van, és jó átgondolni ezeket. Úgyhogy amikor Zoli és Csilla meghívott erre a webkonferenciára, és elmondták, hogy a mai kérdés az lesz, hogy miért csinálom a DXN-t, akkor ezen nekem is el kellett gondolkodnom. És épp a múlt héten vettem egy új kis noteszt, amiben azt gondoltam, hogy minden DXN-nel kapcsolatos gondolatomat beleírom. És így ez lett az első téma. Készítettem is egy elmetérképet erről. És átgondoltam, hogy miért csinálom a DXN-t. Ez nálam azért is különösen fontos átgondolni, hiszen én már 9 éve vagyok a DXN-ben. És ugye voltak az első miértek, amiért elindultam ebben az üzletben, azért, hogy otthonról dolgozhassak a gyerekeim mellől, és mindig ott lehessek mellettük, amikor szükségük van rám. Én mindig is nagyon szerettem volna online dolgozni, honlapokat készíteni, online kommunikálni, megtanultam az évek alatt képeket szerkeszteni, videót készíteni, és én mindig is nagyon szerettem írni. És olyan jó, hogy online ezt is tudom kamatoztatni. Ugye, hogy írni, nagyon szeretem megfogalmazni a történeteket, és így kommunikálni, blogolni, közösségi médiában kommunikálni írásban, és ugyanígy oktató anyagokat készíteni. De az évek alatt ugye nagyon sokat fejlődtem különböző területeken is, épp úgy, mint akár ugye a videózásnál is fontos, hogy beszélünk, de akár a nyilvános előadások által is, ugye a gyakorlat teszi a mestert, és szép lassan kibontakozott nagyon sok tudásom. És bár ugye sokszor azt mondjuk, hogy érezd jól magad ebben az üzletben, de valójában nem csak ez a lényeg, hogy minden tökéletes legyen és könnyen menjen, hanem ez az üzlet, ez tényleg olyan, hogy nagyon sokat tudunk fejlődni az életünk minden területén. És aztán ugye milyen elképesztő, amikor a sok befektetett munkának köszönhetően egyszerűen minden álmod valóra válik, sőt, még annál is több. Ugyanis mindent sikerült elérni, még sőt, még annál is többet, mint amit eredetileg terveztem. Mert 5 év után azt is sikerült elérni, hogy már nem csak nekem sikerült egy jó jövedelmet keresnem, hanem megtehettük azt is, hogy az egész családunk ebből éljen, és a férjem is ott hagyta a munkahelyét. Aztán több év közös munka után végül ő megtalálta az igazi álmát,
és pilóta lett, és ilyenkor megint érezzük, hogy milyen jó az, hogy én itt tudok lenni mindig, egész nyáron a gyerekekkel lenni, és hogyha kell, akkor ott vagyok számukra bármikor, hiszen az én munkám nagyon rugalmas. És a legnagyobb kincs, amit ezentúl még kaptunk, azok az emberek, akiket megismertünk az üzlet által. És ezek ugye egyrészt a csapattársaink, hiszen nem csak a városunkban, hanem országos szinten, de akár más országokban is ismertünk meg embereket. És nagyon jó volt az évek alatt együtt dolgozni. És természetesen más vezetőkkel, más DXN-esekkel is nagyon sok jó közös élményünk volt. Legyen szó akár tanulásról, közös rendezvényekről, vagy utazásokról is. És ezek óriási értéket adtak az életünkhöz. Ugye az volt a nehézség, hogy azért 9 év alatt itt is, az MLM-ben is, a DXN-ben is sokszor igaz, hogy nem jön mindenki végig bennünk ezen az úton, hanem csak egy ideig tartanak velünk. És ezt azért sokszor nehéz volt feldolgozni. És azért át kellett gondolnom tényleg, hogy mi is az, amiért most már csinálom azt az üzletet. De egyrészt ez még tényleg nagyon bennem van az a vágy, hogy az a sok tudás, amit megszereztem, és az a sok csapattárs, aki még mindig kitartóan itt van, szereti a termékeket, rendszeresen fogyasztják, és ez is óriási hitet és erőt ad, ugyanis nagyon sok jó terméktapasztalat van. És ez valóban így van, hogy az egészségünk a legnagyobb kincs. Mert ahogy mondják, tényleg egy beteg embernek csak egyetlen álma van az, hogy meggyógyuljon, de egy egészségesnek nagyon sok álma lehet. És azért én is nagyon sokra tudom értékelni azt, hogy tudunk tenni azért, hogy egészségesebbek legyünk. És az is nagyon sokat jelent az a közösség, ami itt van. És azért én is szeretnék minél több embernek átadni a tudást és segíteni őket ezen az úton. És ez is a célom, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akiknek valóban segíteni tudunk. És a jelenlegi helyzetben is ugye olyan sok változás van. És végre ki kell állni előre, és megmutatni, hogy mire vagyunk képesek. És nem azt várni másoktól, hogy majd valakit tesz és megcsinálja, hanem mivel tudom, hogy képes vagyok rá, rengeteget tanultam, fejlődtem, olyan nagyszerű emberek vannak, akikkel összefogva tudom, hogy nagyon nagy célokat tudunk elérni. És ahogy Zoliéktől is mindig tanultam, tehát a mi álmaink is úgy fognak valóra válni, hogy nagyon sok embernek segítünk az álmát valóra váltani. És én ezért is csinálom, mert szeretnék pozitív hatással lenni az emberek életére, és tudom, hogy én is úgy tudok értéket adni, tudást átadni, hogyha én magam is folyamatosan fejlődök és teszek. És engem ez hajt előre, mert itt nagyon ki tudjuk bontakoztatni mindazt, ami bennünk van, és egy nagyon pozitív változást tudunk hozni az emberek életében.